Először is 65 napja vagyok pártelnök, és ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szeptember 1-e van, és szeptember 1-én mindig valami elkezdődik, ha más nem a tanév. Mi most mégis azt mondjuk, hogy a mi politikai szezonunk elkezdődik. Nyilván én másképp nézem a sajtót, mint önök. Ja, most azt akartam mondani, hogy lehet, hogy picit hosszabb leszek, mint szoktam. Most nem annyira röviden fogalmaznék, de a tételmondatokat kiemelem. Szóval, nyilván a pártelnökként másképp figyelem, vagy másképp nézem a sajtót. Láttam az elmúlt 2 hónap sajtóban az MSZP-vel kapcsolatos híreket. Ezért szeretném egyértelműen rögzíteni a következőket. Az MSZP támogatottsága nem csökkent az elmúlt időszakban, sőt. Az MSZP tagsága nem zsugorodik, nem csökken, sőt, a legnagyobb taglétszámban a legnagyobb ellenzéki pártról van szó. Bármilyen elemzés ebből a szempontból hamis, és nem állja meg a helyét. A harmadik pedig az, hogy nehéz ugyan, de kezelhető az anyagi helyzete a pártnak, tehát összefoglalva továbbra is úgy gondoljuk, hogy a demokratikus ellenzéki oldalon a legnagyobb lehetőségekkel és legjobb feltételekkel rendelkező politikai erő vagyunk. Elkezdődik a politikai szezon, szombaton tartja ülését a Szocialista Párt újonnan megválasztott választmánya. Ez egyben a október 2-ai népszavazással kapcsolatos kampányunk nyitása is lesz. Hétfőn, kedden pedig a parlamenti frakció fog ülésezni, és a parlamenti frakció szándékaink, reményeink szerint el fogja fogadni a következő 1-1,5 év parlamenti technikájával kapcsolatos politikai tartalmi döntéseket. De most beszéljünk akkor valóban Brüsszelről, a tegnapi 2 napról és október 2-áról. Azt mondják Magyarországon plakátok, hogy üzenjünk Brüsszelnek. Nos, én ott voltam 2 napig, és sok üzenetet megpróbáltam elvinni és átadni, és most szeretném elmondani, hogy a brüsszeliek pedig azt üzenik, hogy hallják, amit a magyar emberek mondanak. Ahogy hallották, az elmúlt 12 esztendőben is értik, megértik és elfogadják a magyar emberek gondolatait. 12 éve hallják akkor is, amikor fejlesztéseket finanszíroztak uniós pénzekből, amikor metró épült, amikor autópályák épültek, amikor a szabad munkavállalás lehetősége megteremtődött, és akkor, amikor a határok megnyíltak. Minden esetben a brüsszeliek azt mondják, hogy hallják és tisztelik a magyar emberek szorgalmát és tehetségét. Ha elolvasták Martin Schulz közleményét, amit a közös tárgyalásunkról kiadott, most nem a rám vonatkozó dicsérő mondatokra szeretnék hivatkozni, azt mondta, hogy az Európai Uniónak egy erős Magyarországra van szüksége, és Magyarországnak pedig egy erős Európai Unióra, és én osztom ezt a véleményet, ahogy a beszélgetésen is ez történt. Egyértelműen azt mondják, hogy érdekeltek abban, hogy Magyarország erős érdekérvényesítő legyen. Ne próbáljunk meg rövidtávú populista sikerekkel, vagy rövidtávú populista mondatokkal népszerűséget szerezni, sokkal, de sokkal többet ér az, hogyha a befolyásunkat növeljük, és most Magyarország befolyása nem olyan, mint amit bemutat a magyar kormány itthon. Azt mondják, hogy maradjunk európaiak, maradjunk Európában, ne kockáztassuk Magyarország európai tagságát. 2 dolgot viszont egyértelműen megfogalmaztak. Az egyik az, hogy nincs napirenden, többségi napirenden az, hogy további kötelező kvóták bevezetésére kerülne sor. Van nagyon komoly gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy hogyan, miképpen lehet kezelni a 21. század egyik legnagyobb problémáját, a menekültügyet. Hogyan lehet ennek az évtizednek legnagyobb kihívásával kapcsolatban felelős és talán végleges, hosszú távú megnyugtató megoldást találni. Ezek között, mint gondolkodás, szerepel a kvóta, de nem többségi álláspont, és nincs, várhatóan legalábbis nincs olyan előterjesztés, amelyik erre vonatkozna. A másik, ami egyértelmű pedig az, hogy kell és foglalkozik Európa is azzal, miképpen reformálja meg magát, de nem úgy, ahogy a jelenlegi magyar miniszterelnök ezt gondolja, tehát nem a nemzetállamok erősödésének irányába gondolják Európa fejlődését, és nem is úgy, hogy elitista módon a miniszterelnökök tanácsa kapjon többletjogosítványokat, sokkal inkább úgy, hogy a demokratikus intézmények, mondjuk jelesül például az Európai Parlament. De tisztelt sajtós kollégák, eljött az igazság pillanata is tegnap, hiszen végre egy konkrét mondatot hallottunk a sok eddig gyűlöletkeltő és általános beszéd helyett. Ez pedig az, hogy van közjogi következménye az október 2-i népszavazásnak.
Akkor azt mondom, hogy ahogy eddig mindig azt hallottuk, hogy valljonak szint a szocialisták, most azt mondom, hogy valljon szint a Fidesz és a kormány. Mi a közjogi következménye ennek a népszavazásnak? Mi lesz az október 3-án benyújtandó törvényjavaslat? Hiszen a népszavazás lényege pont az, hogy valami eddig így volt, és holnaptól másképp lesz. Ez pedig Magyarországon vagy kormányrendelettel, vagy törvénnyel lehet megcsinálni. Akkor szeretnénk látni, hogy mi az a törvény, vagy mi az a kormányrendelet, ami október 3-án benyújtásra kerül, mert lehet, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem szükséges elkölteni 7-8 milliárd forintot, hanem ezt akár készen állunk arra, hogy parlamenti felhatalmazással megtegyük előre. És akkor ezt a megtakarított pénzt lehetne arra fordítani, hogy a méltatlan körülmények között dolgozó katonák és rendőrök a határon jobb körülmények között élhessenek. Az elnökségünk három fontos dologról döntött ennek kapcsán. Az egyik az, hogy készen állunk arra, és mi magunk is fogunk azzal foglalkozni, hogy a menekültügy tényleges megoldására tegyünk javaslatokat. Erre a megbízást Molnár Zsolt kapta. Az a kérésem, hogyha ebben az ügyben a következő egy hónapban keresnek szereplőt, akkor beszéljenek ez ügyben Molnár Zsolttal. A Európai Unió reformjával kapcsolatban Újhelyi Istvánnal egy komoly anyagot készítettünk elő. A jövő héten fogja ezt véglegesíteni szándékaink szerint az elnökség és a frakció. Az a kérésem, hogy Európai Reformt ügyben a lehetséges Újhelyi Istvánt keressék a következő időszakban. És a harmadik, amit szerintem nem lehet megkerülni, az, hogy a letelepedési kötvénnyel kapcsolatban látjuk a számokat. És megdöbbenéssel tapasztaljuk azt, hogy miközben 1300 egyébként legális menekült ügyében, tehát menekült státusz kapott ember elosztása ügyében Európai Bírósághoz fordul a kormány, aközben 3500 letelepedési kötvény került értékesítésre, és családtagokkal együtt információink szerint több mint 16 000 ember települt be Magyarországra. Ezzel kapcsolatban további kérdéseket a parlamenti ülésszak kezdetétől harangozó Tamás fog tenni. A kampánnyal kapcsolatban, amit szeptember 3-án kezdünk, a következőt szeretném elmondani. Nagyon-nagyon súlyos helyzetnek gondolom azt, ami a választási bizottságban lévő döntés, a kúria döntés után történt. Ez szerintem példátlan helyzet Magyarországon, példátlan abból a szempontból, hogy a kormány gyakorlatilag közpénzek korlátlan felhasználásával a választási kampányt megelőző időszakban is folytathat tájékoztató jellegűnek tűnő, ám a mi értelmezésünk szerint egyértelműen egy irányba forduló kampányt. Ez most látszólag egy probléma, csak szeretném emlékeztetni mindenkit, hogy 2018-ban esetleges egy rendes választáson ez nagyon komoly választási csalásnak is minősülhet, a választási arányok súlyos eltorzításának. Tehát ezt a kérdést nem fogjuk annyiban hagyni, további jogértelmezéseket fogunk kérni, és megpróbálunk kapni is. Három eleme van a kampánynak, és ezt most szeretném röviden elmondani, mindig azt hallom, hogy nem lehet érteni, hogy mit mondunk. Ezért most röviden összefoglalom. A tartalmi lényege a kampányunknak az, hogy nincs jelentőség ennek a választásnak, mert nincs ilyen kérés, nincs jogi következmény. Ezzel kapcsolatban nyilván a Fidesz fog majd válaszolni a közjogi következményére. A második, a politikai része a kampánynak, be fogjuk mutatni azt, hogy mit fed el a Fidesz valójában ezzel a népszavazási kampánnyal. Milyen nagy problémák vannak az oktatásban, az egészségügyben, a gazdaságban, a korrupcióban, és mi a baj a magyar bérekkel. Azt látjuk, hogy miközben számtalan más dologról lehetne beszélni, aközben a Fidesz mindig valamilyen fajta probléma eltakaró paravánt húz az igazi problémák elé. Harmadik pedig az, hogy ez a felesleges üzenet nem szól másról, mint hogy valamilyen módon az uniós tagságon kérdését feszegeti, tehát üzenet Brüsszelnek, és azt gondoljuk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy most zavaros vagy félreérthető üzeneteket kellene megfogalmaznunk Brüsszel felé. Láttuk azt, hogy mi van, amikor egy komoly politikus, egy miniszterelnök Angliában úgy érezte, hogy belpolitikai szempontból üzeneteket kell megfogalmazni, majd aztán egyszer csak az lett a vége, hogy egyik reggel úgy ébredtek, hogy már nem tagjai az Európai Uniónak. Tehát azt javasoljuk, vagy azt mondjuk, hogy az Európai Uniós tagságunkkal ne játszunk a következő időszakban. Következő fontos technikai tartalmi bejelentést szeretném tenni. Ugye nem használtuk soha a bojkott szót, ennek az oka az, hogy részt veszünk a kampányban, és részt veszünk a választások ellenőrzésében. Nincs bizalom a részünkről jelenleg a választási intézmények irányában,
Nem csak az, ami a földügyben történt, tehát a gyanúsan sok érvénytelen aláírás. Nem csak az, ami a Boltzárral kapcsolatos beadási kísérlet, a kopaszok jelenléte a választási irodában. Nem csak ezek alapján általában nincs bizalmunk, ezért részt fogunk venni a választási szervek munkájában, és arra kérjük a demokratikus ellenzéki pártokat, akik hasonlóan gondolkoznak, mint mi, hogy működjünk ebben a kérdésben együtt. Ugyanis a választási törvények alapján, országos népszavazás okán csak az MSZP az, amelyik delegálni tud. Most ebből a szempontból az LMP-t egy picit tegyük félre, ő nem szokott választási szervekbe soha delegálni. A Jobbik és a Fidesz egyetért ebben a kérdésben, az MSZP az, aki más álláspontot képvisel, ezért felajánljuk azt a lehetőséget az Együttnek, a PM-nek, a MOMA-nak és a DK-nak, hogy amennyiben a választási szervek munkájában szeretnék delegálni embereket, akkor az MSZP-n keresztül ezt megtehetik. Tehát vállaljuk ezt a dolgot, nyilván MSZP delegáltak lesznek. Ezt a lehetőséget akár azt mondom, bár nem értünk egyet a kampányban vállalt tételükkel, de felajánljuk a liberális pártnak is. Tehát azt javasoljuk, azt mondjuk, hogy a demokratikus ellenzéki pártok abban az ügyben, amiben egyetértenek, hogy kontrollálni kell a kormányt, ebben az ügyben működjenek együtt. Ez egy technikai típusú együttműködés, nem szervezeti együttműködés, és nem a kampány összehangolása. Ez egy egyszerű technikai ajánlat, aminek persze nyilván nagyon komoly politikai jelentősége van.